Szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Szép jó reggelt kívánunk, ez tehát a Millás reggeli. 6 óra 31 perckor ismét itt vagyunk, egészen pontosan és konkrétan Mihálovics András. És egészen, és pont konkrétan Ács Gábor, akit csak a hangjáról ismerek meg, mert én most valamiért képet nem látok, remélem te igen. Ó, tökéletesen, igen. Friss akkor és üde vagy, látom a képet, ahogy szép lassan elbúcsúztatott te is az otthoni stúdiódat egy időre. Reméljük, bár ugye éppen most kezdenek rossz hírek érkezni a járvány alakulásáról, de egyelőre szerencsére legalábbis még viszonylag távoli helyekről, egy kicsivel közelebbről is, de talán még nem aggasztó, úgyhogy remélhetőleg akkor ennek majd teljes egészébe búcsút inthetünk. Azt mondja, no, hogy D-kartást gyorsan idézem, jó? Mert az első, nem, sőt, első kettő közlekedési... Mi van a szerelmes futáron? Évek óta nem hallottam. Igen, múlt héten hiányoltuk. Úgyhogy nem tudjuk, hogy csak nem ír, vagy egyszerűen a nyuszik olyan mennyiségben vannak már, hogy lekötik a figyelmét, de hogy elég régen jelentkezett. Ma már kevésbé, de még élhető a reggel, nem hűlt le annyira. A rutin... Bocsánat, Lőpapa. Ó, bocsánat, nem D-kartás. D-kartás nem írt még. Lőpapa jelentkezett abban az időszakban, amikor D-kartás szokott. Szóval ma már kevésbé, de még élhető a reggel, nem hűlt le annyira. A rutin irreleváns. Éppen még mindig azon morgok, hogy a korányéban egy, azaz egy kátyút csináltak meg. Igen, korábban többször morgott a kátyúkról, és egyszer örömmel jelentette előpapa, hogy kátyúznak, és egyet sikerült ezek szerint megjavítani. Amúgy a klinikák Üllői körút, Baross, Rákóczi, két is érdekel. Hát, mert ott jó a helyzet. És azt mondja, hogy Anna fotót is küldött. A Gellért Szabadság itt folyékony, mint a Higany, és még az Erzsébet is. Köszönjük szépen a friss reggel információkat remélhetőleg. A múlt heti tendencia érvényesül majd Budapest útjain és a hétfői viszonylag dugós reggel után gyors javulás következik a további napokon, így már ma is. No, kérem szépen, azt nem mondtuk el, hogy június 29-e van 2021-ben természetesen, és a Péter, valamint a Pál nevű ismerőseinket mindenképpen meg kell gratulálni, hiszen nevük napja van ma, és egyébként pedig az aratás kezdete. De az aratás az szerintem most Péter Pálkor biztos nem kezdődik el, és az a vicces, hogy miért? Eddig még azért nem kezdődött el, mert hogy korábban kezdődött. Eddig melegebb volt az időjárás, és előbb érett a kalászos gabona, előbb kezdődött az aratás, most le van maradva az időjárás. Szerintem legalábbis én a magyar sajtóban sehol nem láttam, hogy elindultak volna a kombájnok, úgyhogy most meg késésben van az időjárás. Hát gondolj bele, hogy egy hónapja még majdnem, hogy fűteni kellett. Ugye? Nem, egészen konkrétan június első vagy második napján. Ha nem tekerem lejjebb a szokásos hőmérsékletet, akkor bezizzent volna a kályha. Igen, én is találkoztam ezzel a jelenséggel. Úgyhogy inkább már a pulcsit vállaltuk, hogy ez már mégiscsak felháborító lett volna valóban. Igen. Szóval hát ezért nem fognak elindulni a kombájnok Péter Pál napján, és a kaszák sem pendülnek, kérem szépen. Egyébként a Duna napja is ma vagyon, a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére ünnepeljük öreg folyónkat ezen a napon, legalább most ne dobáljunk bele semmiféle szemetet, se elektromos rollert, se papírpalackot, se semmit. Kacsázzunk egyet, és nézzük a kacsákat. Ezzel ünnepeljük a Duna napot, meg merítkezzünk meg benne, mert marha meleg lesz ma, azt mondják, hogy hőségriadó van. Úgyhogy így akarsz átvezetni a Donát kacsa? Ja, jó, oké, kicsit így meredek. Nem, nem akartam összekötni Don Rosa születésnapjával. Azt hittem, ez a cél, igen. Egyébként pedig a meleg büszkeség napja is ma van.
A homoszexuálisok, leszbikusok és támogatóik ilyenkor szokták tartani az ehhez kapcsolódó felvonulást. Egyébként a Stonewall lázadásról emlékeznek, amelyik 1969-ben volt. Jó kérdés, hogy mi az a Stonewall lázadás, ugyebár... Tegnap elmesélte Endre kolléga. Elmesélte Endre kolléga? Akkor nem mondom. Június 28-án, kora reggeli órákban kezdődött ez a Stonewall lázadás. Úgyhogy én most már akkor nem mesélem el, ha a kántor elvette a pecsenyémet. No, a születésnaposokról emlékezzünk még meg néhány gondolatban. 1900-ban, június 29-én született Antoine de Saint-Exupéry, francia pilóta, író, a Kisherceg című művét, aki nem olvasta, az most olvassa el, mert talán könnyebb kiheverni azt a mély depressziót, amit okoz ez a kis írás. Ahhoz képest, hogy sokan mesekönyvként apostrofák, ahhoz képest elég komoly műről van szó, és hát még egyszer mondom, elég mély érzelmeket vált ki az emberből, ahhoz képest, hogy nem egy vastag mű, tehát viszonylag könnyen le lehet tudni, és hát nem is nagyon bonyolult a könyv, ami, meg az így a szövegfű és történet fűzése sem. Aztán 1932-ben Dein Pál, Kossuth-díjas magyar festőművész, a nemzetművésze született június 29-én, és ahogy említettem, Don Róza, a ma élő legnagyobb Donald Kacsa a rajzoló is ma született 1951-ben. Donald Kacsánál egy csomó mindent nem értek, például azt, hogy egy szál ugye pólóban van, vagy ilyen tengerész ingben, helyesebben, meg sapkában, és úgy járkál alul semmibe. Nyilván ezt most sokan csinálják ezekben a meleg napokban. Ugyanezt, ezt hívják ugye Donald kacsázásnak, de nem ezért hoztam szóba ezt az egészet, hanem hogy miért van az, hogyha Donald kacsáról valamilyen úton, módon lekerül ez a tengerész ing, akkor hirtelen szégyenlőssé válik, és hol takarja magát? Lent. Ott, ahol egyébként minden látszik egész pályafutása alatt. Ezt megfigyelted? Őszintén szólva nem. És most az a baj, hogy nem nézel elég Donald Kacsát. Nem, a lényegről lemaradtam ezek szerint. Akkor háttértelevíziózásként nézed, és nem figyelsz a részletekre. Nem, az még a... egyszer lekerül a kis inge, akkor így jó ajánlt akarja ott a lenti részt, addig meg nyugodtan járkál benne. Na mindegy. Az ez a helyzet, hogy nem tudok túllépni a hangján, és mindig leköti a figyelmünket annak a százalékos megállapítása, hogy milyen arányban értjük azt, amit ő mond. Tehát az odáig oké, hogy de hogy amikor valamit közölni is akar, és mondjuk esetleg jelentősége is lenne a történetben, szóval annyira idegesítő és bosszantó, hogy ezzel nem sikerült túllépni. Azt szeretném még mondani ezzel kapcsolatban, hogy kéne beszélni a Station Voice-unkkal egyszer fehér asztal mellett, hogy mennyire nehéz szinkron feladat ez. Egyrészt egy fordítóval, hogy tudja ezeket a valószínűleg angolul hasonló stílusban előadott mondatokat bárki lefordítani, majd utána, amikor oda áll a szinkron rendezel, és azt mondja neki, hogy művészkém, akkor Donald Kacsa tessék, akkor ezt elképzelni sem tudom, hogy tud valaki így a semmiből felpörögni annyira, hogy Donald Kacsául elkezdjen tudni beszélni, de hát ezért nagy művészek, a szinkron színészek. No, 1966-os évjáratú Pál Ferenc katolikus pap, mindenki Feri atyája, úgyhogy még róla feltétlenül meg kellett emlékeznünk. Képzeld, de Fel Gábor küldött egy fotót, illetve kettőt, és ez tényleg tök jó pofa. A Balatonszárszon fotóztam ezt a két képet, egy pergola, a neve Vers utca, és tényleg ott egy nagyon vékony ösvény fölött van ez a pergola, és... nyilván nem véd, csak árnyékol, mármint az eső ellen, és van benne egy ketyere, ezt most idézem, amin, ha megnyomod az egyik gombot, a kiválasztott verset lejátsz a felvételről, van egy kis pad, ahol le lehet ülni, verseket meghallgatni. Nagyon jó. Nagyon jó, hogyha valaki arra jár, akkor érdemes pár percet, vagy akár kicsit hosszabb időt is eltölteni, azt majd írd meg, hogy hány vers, vagy hogyan, de ez nagyon jó pofa. Hasonló kezdeményezés ugye van Remete Szőlősön is. Igen. Elszökött telefonfülke nincs meg? Nincs. Na mesélj el. Hát Remete Szőlősön is van egy ilyen telefonfülke, és ahol felveszed, Örkény István emléktelefonfülke egyébként, aha, a Vénusz utca 6 szám alatt, könnyű megtalálni,
és hát hogyha oda belépsz, akkor, és leveszed a kagylót, egy ilyen teljesen hagyományos telefonfülkéről van szó, ilyen kék vagy zöld sárga őrkény István képe természetesen rajta van, és hát ugye ez egy ilyen beszélő telefonfülke, mert hogyha ha bemész oda, akkor felveszed a telefonkagylót, és egy lejátszik egy őrkény egypercest, ismert színészek tolmácsolásában. 15 ilyen egyperces lehet meghallgatni ott. Úgyhogy érdemes, ha valaki arra jár, ezt is útba ejteni. Nagyon klassz élmény. Uh-huh. Azt mondja, hogy még egy üzenet érkezett. Hát, úgy látszik sürgősek Gregnek, de hát állandó SMS írónk, illetve kérdezőnk, illetve mondhatom, hogy kritikusunk, aminek nagyon örülünk. Azt nem értem, hogy miért ír, hogy Ács úrtól kérdezni, amíg ilyen megbocsátó. Mert ma reggel nem tudom, mert mivel adtam erre okot, vagy mit mondtam, de mit tudna tanácsolni, érdemes szeptemberben Marokkóba utazni, vagy idén még nem. Én meg nem tudom mondani, hogy mi lesz szeptemberben, úgyhogy az egyetlen, ami biztos, hogy lesz idén is szeptember, de hogy akkor hogyan tudunk utazni, arra szerintem senki nem merne semmit sem mondani, úgyhogy jelen állás szerint a helyzet jó, de éppen már több periférián romlik. Marokkóban szeptemberben nekem kicsit túl meleg van, én novemberben voltam, de például kevesebb járat is van, mert van egy csomó, amelyik mondjuk télen indul csak be, például Bécsből, Magyarországon nehéz is eljutni átszállással, de amúgy meg érdemes menni. Én többet nem tudok kicsiholni. Minden sajnos ilyen nagyjából last minute, vagy elindulunk, vagy nem alapon kell szervezni továbbra is. De amúgy jó úti cél, nekem nagyon tetszett. Úgyhogy ennyit tudok erre mondani. Aztán majd eldugulok, legalábbis majd a délutáni, vagy az esti Okos Utas magazinig. Aztán majd itt a Millásban, meg pénteken folytatjuk legfeljebb ezt a témát. Na, kirándulhatunk egyet vásárhelyre? Hát kiránduljunk, hogyha feltétlenül ragaszkodsz hozzá. Igen, hát már is indult a zene, úgyhogy akkor hallgassuk tovább.